Sziasztok! Igen, az előző videóban tudom, hogy a pólóm igencsak elvitte a sót, úgyhogy megmutatom nektek, az alsó körbe box van írva. Igen, én is szeretem ezt a pólót, a húgomtól kaptam, nem tudom, hogy hol vette, azt hiszem Spanyolországban valahol. Szerintem minden kérdésre válaszoltam, úgyhogy térjünk rá a mai témánkra. Jó pár évvel ezelőtt volt egy olyan időszak, amikor nagyon-nagyon sokan kértétek tőlem, hogy mutassak be egy bizonyos anyagot, egy olyat, amit akkoriban igencsak túlhypoltak a különböző amerikai videókban. Igen, ám csak hogy ehhez az anyaghoz akkor nem igazán tudtam hozzáférni, egyrészt azért, mert meglehetősen borsos volt az ára, másrészt pedig azért, mert a csomagküldő szolgálatok akkoriban Magyarországra nem igazán szállítottak. Úgyhogy letettem erről a projektről, és ahogy az lenni szokott, előbb-utóbb szépen feledésbe ismerült. Egészen odáig, amikor is a közelmúltban egy ismerősöm fel nem vetette, hogy találkozott ezzel az anyaggal, hol lehet beszerezni, és lehet-e ilyet csinálni házilag. Szerintem ezt az illetőt ti is ismeritek. Hello! Akkor most úgy teszünk, mintha most érkeztem volna meg, és nem futottunk volna össze a városban. Hát együtt jöttünk végül. Nem is értettem, miért maradsz ki. Na gyere meg. Na, behívsz. A szerdalmi csütörtöki videójában benne leszek én is, meg a házi gyártású és a gyári mágneses folyadék is. Mert hogy erről van szó még akkor is, hogyha a mágneses folyadék egy kicsit talán tágabb kategóriát takar, mint a ferrofluid, de ezekben a részletekben most nem megyek bele. A ferrofluidok alapjait még az 1960-as évek elején rakták le a NASA-nál, ahol tök reális elvárásként jelent meg az, hogyha a gravitáció odafenn nem igazán segít a folyadékoknak az edények aljára gyűlni, akkor valamilyen más úton módon, például mágneses mező segítségével tudják azt oda irányítani, ahova kell. Például a rakéta hajtóművekhez az üzemanyagot. Igazság szerint nem tudom, hogy ez az irány bejött-e nekik, minden esetre a ferrofluidok különböző típusait sokfelé felhasználták az iparban, hangszórókban, sokáig még MR felvételek készítésénél kontrasztanyagként is, tehát az egészségügyben, sőt, tavaly egy magyar srác, Molnár Áron ferrofluid segítségével csinált egy teljesen újszerű dőlésérzékelő szenzort, amivel egy rakás innovációs díjat söpört be, egyébként még tavaly csináltunk vele egy telefonos interjút a Szertár Podcastben, hallgassátok meg, be fogom linkelni a videó alatt. Na de mitől olyan nagy szám a ferrofluid? Hát egyrészt attól, hogy mágneses térben körülbelül úgy néz ki, mint egy folyékony csündisznó. De hogy miért van így, ahhoz lépjünk egy kicsit hátrébb. Az a suliból is ismert dolog, hogy ha vasreszeléket mágneses térbe helyezünk, akkor az elég vicces alakot vesz fel. A reszelékdarabkák a mágneses erővonalak mentén rendeződnek el. Ugyanezt meg lehet ismételni úgy is, hogy a vasreszeléket, ami egyébként egy ferromágneses anyag, vízbe helyezünk. Ettől ez a víz-vasreszelék szmöty még nem lesz ferrofluid, mert hogy a szilárd vasreszelék és a folyékony víz két jól elkülönülő fázist alkot, és lényegében semmi közük egymás viselkedéséhez a mágneses térben. Zárójel, korábban csináltam a Szertárra egy videót a mágnesesség különböző fajtáiról, erre most nem térek ki, berakom a videó alá, nézzétek meg azt. Amiben a ferrofluid más, az az, hogy ebben a ferromágneses anyag, ami azt hiszem, hogy vas 3 oxid, bár ebben nem vagyok teljesen biztos, néhány nanométeres méretű szemcsékben van jelen. Ráadásul minden ilyen szemcsét bevonnak egy felületaktív anyaggal is, ami azt a célt szolgálja, hogy ezek a nanorészecskék, ha egyszer jó alaposan összekeverték a hordozó folyadékkal, akkor azok benne is maradjanak. Tehát egy úgynevezett kolloid rendszerről, egy igen stabil szuszpenzióról beszélünk. Itt már lényegében nem lehet elkülöníteni a szilárd és a folyékony fázis, tehát az egész folyadéknál érvényesül a mágnesezhetőség. Ha egy ilyen ferrofluid mágneses mezőbe kerül, akkor megfigyelhető rajta az úgynevezett Rosenweg instabilitás. Lényegében ezek a kis hegyes dudorok. Energetikai szempontból ez az elrendeződés az optimális. Ehhez belinkelem a ferrofluid angol nyelvű wiki oldalát, akit bővebben érdekel, ott elolvashatja részleteiben, hogy miről is van szó. Mi most szerintem maradjunk itt annyiban, hogy az egész tényleg olyan, mint egy folyékony sündisznó. Na de vajon lehet-e ilyet házilag csinálni? Olcsón. Mert hogy a gyári ferrofluid drága. Nagyon drága. Ez a 20 ml-nyi adag nagyjából 5000 forint volt eBay-en, és én szerintem még olcsón fogtam ki. Ez a bivaly erős mágnes egy újabb ötös volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ebbe a videóba beruháztam rendesen. Igaz, a mágnest fogom használni még máskor is. Szóval rengeteg különböző recept elérhető a neten, egy dolog közös bennük, hogy az eredménye egyiknek sem lesz annyira jó, mint a gyári.
Ami nem csoda, mert hogy mindegyik nagyságrendekkel nagyobb mérettartományba eső szemcséket használ. Én 15-20 órát biztos, hogy eltöltöttem ennek a videónak az előkészületeivel és a különböző receptek tesztelésével, beleértve az egyik legígéretesebbnek tűnőt is, azt, amelyikben régi magnószalagot kellene beáztatni acetonba, hogy így oldjam le róla a mágnesezhető réteget, ami igazság szerint fogalmam sincs, hogy pontosan micsoda. Minden esetre nem elég, hogy ez iszonyatosan büdös, veszélyes és drága, még csak nem is működik. De hát a YouTube a sikertörténetekről szól, úgyhogy jöjjön egy egyszerű recept. Első lépésként bementem egy festékboltba és vettem vasoxid porfestéket. Ezt azt szerint választottam ki, hogy melyiknek a dobozához tapad oda a mágnes. A barna jó választásnak tűnt, ezt igazolta utólag az is, hogy a gyártmánylap szerint ennek nagyjából 90%-a vasáromoxid. Ezt elkevertem egy adag olajjal, csak úgy szemre. Aztán teszteltem a mágnessel. Nem mondom, hogy nem lehet irányítani a mozgását mágnessel, de valahogy mégsem az igazi. Ráadásul az erős mágneses tér hatására a trutymó, mintha két külön része válna, egy kisebb és egy nagyobb viszkozításúra. Hát ez biztos, hogy nem fogja helyettesíteni a gyári ferrofluidot. A gyári változat ezzel szemben tök máshogy viselkedik. Olyannyira máshogy, hogy már az elején kiderült, hogy alulbecsültem a képességeit. És itt szeretném hozzátenni, hogy a gumikesztyű nem véletlen. Ez a cucc konkrétan még az Atya Úristent is befogja. Nem mondom, hogy halálosan veszélyes lenne a dolog, de azért ne ezzel cserezzétek a bőrötöket. Szóval a ferrofluid tényleg egy jó pofa anyag, de sajnos, legalábbis az eddigi tapasztalataim és az ismert elméletek alapján házilag nem igazán lehet ugyanezt a hatást elérni. De ha ti tudtok tuti receptet, akkor feltétlenül osszátok meg kommentben. Egyébként még maradt valamennyi a cuccból, amivel ki szeretnék próbálni egy olyan dolgot, amit már nagyon-nagyon régen meg szerettem volna mutatni. Legyen ez egyelőre titok, de ha nem akartok lemaradni róla, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és osszátok meg azokkal, akiket szerintetek szintén érdekelhet. Ha pedig egy havi jelképes összeggel hozzájárulnátok ezeknek a videóknak, illetve a podcast adásoknak a működési, készítési költségeihez, akkor a Patreon oldalamat odalent a videó alatt találjátok. Köszönöm! Legyen szép napotok! Sziasztok!